Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál látható itt egy férfi, és itt látható egy hölgy. Ez a hölgy rád utal, a férfi a lelki társadra, férfiaknál fordítva. Mindkettőtöknél a kard van a kezetekben. Ez azt jelenti, ti elvágtok valamit, vagy elbúcsúztok valamitől, valakitől. A kard az jelenti a döntéseket is. Mindketten fontos döntéseket fogtok hozni. Amit a kard még jelent, az a levegő eleme. És a levegő eleménél gyakran ötletekről, tervekről, beszélgetésekről van szó. Tehát itt lesz közeledés, és beszélni fogtok egymással. Itt tisztázódik valami, erre utal ez a hegyi kristály is, hiszen van ilyen hatása, hogy rendeződik valami meditációnál, segít abban, hogy legyenek pozitív gondolatok. Van egy ilyen tisztító hatása. És pontosan ez, amit te is szeretnél, amit ő is szeretne. Vannak pillanatok, amikor bizonytalan vagy, nem tudod, hogyan mondd ki azt, amit közölni szeretnél, nem tudod azt, hogy ő milyen konkrét döntéseket fog hozni, de ilyen helyzetben meditálj valami felett, képzeld el, hogyan alakulnak a dolgok. Nála vannak még itt támadások, kihívások, ez olyan, mint egy kerítés, nem tudja hogyan tovább, de kell az életerő, át kell másznia ezen a kerítésen, hogy legyen egy új kezdet. Szerencsére megjelenik ez a tolvaj, és eltávolítja ezeket a kártyákat, tehát ezek a kihívások, viták, veszekedések, a korlátozások elmúlnak. És ez olyan lesz, mint itt ez a torony, ahol így összeomlik minden nála. Az első pillanatban így érezhető, de fontos, hogy legyenek ezek a változások, mert akkor lehet itt egy új kezdet. És ez az új kezdet örömteli, hiszen a kezébe veszi a dolgokat, irányítani fogja az eseményeket. Itt lesz változás a munkát illetően, hiszen be tudja bizonyítani magát, és itt van a szerencse a szerelmi élet területén. Az a fontos, hogy bizonyos dolgokat beszéljetek meg egymással, és így tisztázódnak az események. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!